médiaedzés volt, voltak újságírók, fotósok, meg két televíziótól kamerások. És kértek, menjek be az egyik rímbe, kettőinkben egyébként a termőkben. Bementem, de egy pár perc után belép egy nyugba, és nekem volt már ilyen sérülésem, de most már egy olyan reflexem van, hogy már rosszul lépek, akkor már engedem el magam, de nem nézlek rá, mert akkor sem össze. Ez történt most is, de estére már olyan volt a lábam, hogy azt hittem, hogy magamban jól velem lesz meccs, mert és volt már ilyen, hogy ahogy mentek a napok egyre súlyosabb volt, de szerencsére másnap az elmúlt ez a sérülés. Viszont így ezáltal van még egy ring a teremben, és akkor Jovácsi megjött, akkor azon próbáltam ezzel, és az is jogos volt, és így mondom, kettőből kettőre jogos, ezek így edzenek, nem sértem, hogy egyébként, mondom, akkor nekem meg kell nézni majd a ringet, mert mondta egyébként a supervisor, még a meccsületi nap, hogy neki majd le kell csekkolni a ringet, minden vele. Mondta, hogy én is szeretem ezt lecsekkolni természetesen, mert nagyon fontos, hogy nehogy valami ilyen legyen minden. És akkor másnap délőtt a meccs napján, akkor mondta, hogy nem is kell kimenjek ilyen korábban, hanem majd a hotelban tegyük fel a gondást, és közvetlen meccsről jönnek majd életem fél 8-8 körül. És akkor nekem ez gyanús volt már, de mondom, nem szóltam neki, szépen kivallottam. Délután egy órakor tudtam, hol van a csarnok, elmentem, megnéztem, hát megdöbbentem. Amilyen hullámos, göröngyös volt a ring, én nem is értem, szerintem néztünk, Jovácsa volt az a félketten akkor, pont jött a csarnok fel a supervisor, mondtam neki, hogy nem lép a ringbe, hát nem csinálják meg, elment, megnéztük együtt. Nem azzal kezdte, hogy hú, elnézés Zoltán, ahogy rendesek voltak hozzám, ő is halálrendes volt, nagyon rendes volt, bárhol minket, őserültől, ahol voltunk, mindenhol elhitt minket. De itt a városban értem ki, tehát nagyon-nagyon rendes volt, ő is meg a promóta is, viszont ez akkor sem stimmelt, és akkor nem azzal kezdte, hogy hú, Zoltán, ez tényleg szar, ezzel van csinálni kell. Elkezdte nekem magyarázni, hogy ebben a ringben egy hónappal üttől mennyire előtte, francia bajnoki címecsek voltak, majdnem ők is tudtak boxolni, akkor én is tudok boxolni. Addig reklamáltam, hívta a promóter megnézte, ő egyben elfogadta, tényleg nagyon jó, leszedik és megcsinálják. Kimentem egy órával a gála kezdet előtt, megnéztem megint, valóban leszedtek egy rétegén tart, amit kiszedtek, de kivel a bogvár, de akkor is tele volt szikakkal. És de egy volt a köpötén mellett, egyik volt az, tehát csomó volt, de nem tudom megmondani, ilyen nem tudom megmondani. És akkor a promóter tényleg azt mondta nekem, de nem Pécsteden, még most is hiszem el, tényleg ezt mondta, hogy próbált az a részen mozogni, ahol nincs lyuk. De mondom, hol mozogják? Mondom, itt van egy lyuk, itt van egy lyuk, itt van egy lyuk, vagy mutatottan, hol mozogják a sarokban? És hát nézett, mert igazából bármilyen rendesek voltak velem, itt nem találtak megoldást, és szóval sejtőre lefújják a meccset, viszont nem oldották ezt akkor sem meg, és én akkor elhatároztam még, mondta nekik, hogy délután nem csinálják meg, lesz egy lyuk, én nem megyek baringbe. Mert igenis, ja, még azt is mondta nekem, ezzel is rájöttem, hogy az ellenfelemnek is igen baringbe kell boxolni, ő lába is kimegy, az enyém is, tehát egás az van. Én meg elmagyaráztam neki, ha jön egy versenyző előre, teli talpon lépked, és van egy versenyző, mint én, az sokat mozog lábon, és a lába hegyen mozgok általában. A lába hegyen sokkal érzékenyebb, ha belelépek egy lyukba, azonnal kitam kifele. Mondtam neki, hogy ennyi, úgyhogy az ennyire nem tudtam elállapodni, bármit mondtam, mert nem tudtak mit csinálni, nem csinálták, nem oldották meg. Minden rendben volt az egész rendezvényen, előtte, ott nem voltak rendezvény végül is, de amit csináltak, egy valami nem stimmelt, azt ő évi tűzszerottak eljegyettek oda, hogy nem tudom, miért csinálták meg. Hát akkor mentek a hotelba, nem akartam ott veszültséget, úgy jött jönnek értünk fél 8-at, volt egy másik író is, az kérdezett, készült a harcra, elmondta neki kerül egy olyan, mi történt, aztán elmegy lecsekkolja. Nem is ezt a kértünk fél 8-at, de miután el is mentünk egy másik hotelba a reptérhez, de akartunk csekkolni este, még az a fejemben, hogy törvényre együnk el, de nem lehet lecsekbe csekkolni még. Reggel kimentünk ott egy hotel, megszálltunk, kimentünk reggel időre, hogy becsekkoljunk, de akkor ott láttak már a televíziósok, a fotósok, a promoter, a supervisor, a supervisor szóval ő beszélt még nekem, hozni kell nekik, hogy mi történt. Én elmondtam a saját verziómat, elmondtam nagyon jó volt. Minden egy olyan nem volt jó, a ring, ahol boxolni kell. A ring az egy veszélyes terület, ott nem lehet, hogy boxolni, arra kell figyelni, hova lépek, vagy hova nem lépek. Ennyi. Aztán becsapódott a beszélgetésbe a supervisor is, ő is elmondta a saját verzióját, persze kicsit másképp, mint én. Ő egy lyukat elismerte, valóban volt egy lyuk a ringben,
de azt el lehet kerülni, az nem volt a veszélyes, mert mit látjuk, senkinek nem tört a lába három meccs alatt. Hát mondom, akkor nagyon jó, milyen magyarázat az, hogy most három meccs nem tört a lába, hogy akkor feledjél engem a boxban bárkinek így szükségesége. Na, és hát addig ment a vita, ott elmondták nekem közben már az elején, mert pont csekkon akartunk, azt mondta, hogy ha kinyit lakom csekkolni, és elmennek a többiekkel, akkor törlik mind három jegyet. Rendszerűen elmehetnek, nem menjék be, mind három, törlük kényben, hogy hát hagytam adni ennek a kezdők, ott maradtam. Egyébként a promotor is ott volt, aki egy olyan rendes fazon, hogy a teljesen hiszem, mert azt mondta, hogy hagyjuk a fenébe, hagyjuk, de ő csak erőzett a promoter. Addig vitáztunk az egészen, még a gép az elment, én pedig eljöttem onnan is, hát most itt ők oldalban. Utána néztem, nagyon drága a jegyek, nem tudom, hogy fog megoldani, ezt meg tudom venni persze, de hát azért próbálnám minden ott fog megúszni. Az itt tölt benne pár napot is, ami szintén nem kell is, meg a hazautazást is. Szinte mindenki felismert, mert mindenhol engem mutogattak az ellenfelemet, mindenki felismert, és hát nagyon kedvesek volt az emberek, jöttek fotózkodni, autogramot senki nem kérte, nem szokták úgy látni, mint szerencsére. És a kellemetlen most van, mert most megint reggel készített a riport a repülőtéren, ezt akkor megint nyomták, gondolom. Ez egy kicsit már ugye sporton messze is van. És most ahogy kimentem, vagy felültem itt a hotelba, takarítani is felismert mindenki, tehát nem tudom adni a fejemet. Viszont kimentem a városba enni, és nem tudom, hogy hogy ráválnak az emberek, hogy adnak el a sztori. De ugyanolyan kérdések, mint előtt, odahívtak, kezet fogtak, meséljek meg, tehát a kérdésük mindenki. Egy nagy tünet a ring alja, az nem volt alkalmas a boxolásra, és én nem mentem be a ringbe. De úgy gondolom egyébként, és buta hasonlat, hogy valószínű, Vladimir Klitschko sem lenne be a ringbe, persze nem ők Vladimir Klitschko, de az én lábam sem törik meg, de mind az övé, mert ez a ring, ez veszélyes volt, és mondtam, hogy csinálják meg, nem megyek ki be. Nem csinálták meg, lemondtam a meccset. Nagyon fájt nekem ez így, nagyon sok pénzembe kerül, hogy lemondtam, de nem akarok lenni legközelebb sem, és nem bántam a döntésemet. Ennyi. Sok mindennek futott fejemben, mert mondom, hogy itt ez valóban ez nem volt szép, hogy így át akarták így az egészet ugrani, hogy itt nem kéne valami. De velük rendesek voltak végig, és mondom, már írtam is egyébként én a Fervázernek, mert csak a önnek van nekem meg a e-mail címe. Tényleg azt is mondta, hogy korrekt vagyok, itt maradok, és leülök a promoterre szemtől szembe, és úgy megbeszéljük az egészet, és írtam egy levelet ma, én hajlandó vagyok. Ja, mondom, itt vagyok még Tahitin, gondolom ezt tudja, mert látta, hogy nem mentem a géppel, itt vagyok Tahitin, és hajlandó vagyok leülni szemtől szembe a promoterrel, és jött le. Tudom, hogy nincs jó megoldás ebben az esetben, de találhatunk a rosszabbnál egy jobb megoldást találni. Van egy pár gondolat fejemben, úgyhogy nem tudom, hogy fog tudni ennek állapot, remélem, hogy holnap a választ kapok, mert itt pár napig még Tahitin úgy néz ki. Az egyik gondolatom például az volt, hogy igen, itt volt mindenki, itt voltak a nézők, itt voltam én, és itt volt az NFL is, hogy nincs más boxőt le holnap után az edzőteremben. Hívjanak bírókat, szupervázik, boxőt le ott. Ott is elég fel a ring, de most nem tudom, mit csinálni ezzel. Ez egyik gondolatom, hogy mindenki fogja beépni, milyen szemét vagyok, mert rossz, hogy elmenni valahonnan, ahol egyébként kedvesek voltak velem. Rossz, hogy elmenni valahonnan, hogy itt rossz gondolok ennek, hogy szépen engem nem szeretem ezt, és nem is érzem jogosnak egyébként. Ezt tudom, hogy én most nem vagyok a szívesztőt csüske, mert nem úgy reagáltam, hogy elvárták volna. De, tehát úgy néz ki, mert elmegyek még innen, vagy remélem, hogy sikerült fogom a szuper, nem a supervisor-re, de úgy fele a promoterrel. Annyira rendes ember volt, egyik este késő este a lakására meghívott minket, csak adott túl, teáztunk, ittunk, annyira rendes ember is. Nagyon fáj, amit csináltam, de ezt akkor sem tudtam másképp megoldani. Hát az ember azért kapta meg, mert hát tudjanak valamit, de nem kapott ezt a meccset, nem lehet beírni, nem voltam, tehát ott sem voltam, hogy lehetne beírni ezt a meccset. Tehát, hogy az ugye egyébként a megfogott fejemben képesek beírni a boxereket, de nem volt meccs, hát hogy érnek be. Nem volt meccs, mert nem volt alkalmas, hogy én nem mentem be. De amikor eljöttem volna, az övet nem hoztam el, nem tudom, hol volt az ő, az előtte már adta nekem a mérlegelésre, tehát ő az nem volt nála, ott hagytam, azért adták át neki. Idegen pálya egy nagyon nehéz szituáció, amit én így döntöttem, hogy én nem megyek a ringbe, én úgy gondolom, hogy ezt legközelebb is így tenném el. Ugye ez jó döntés volt, lehet, hogy ebből sokára fog származni anyagilag, talán másképp nem, de én akkor is így tettenek le